Srácok, sziasztok, üdv mindenkinek, sok szeretettel köszöntök mindenkit, itt a Zsú lesz, avagy Zsül, attól függ ki, hogy szereti. Szia Evelyn, szia Marci, szia Gabcsika, és szia Skillboy. Skillboy, nagyon jó volt a tegnapi stream, köszönöm szépen, már a tegnapi kis Fortnite-unk, meg mindenki, aki ugye ott volt. Meg utólag becsatlakozott, srácok, megvágtam pofámat borotválkozás közben, úgyhogy bocsánat, azért törölgetem a fejemet, mert még mindig nem akart elállni a vérzés. Hogy mondhatnám azt is, hogy menstruálok. Ilonka néni is menstruál. Egy kezdésben igen, komoly. Na, srácok, nem követtem el a múltkori bakit, amikor ugyanis indítottam egy Resident Evil 8, alias Resident Evil Village demo streamet. Most azért megnéztem, hogy tényleg elérhető-e rendesen a történet, és most már elérhető. Úgyhogy... Várjatok, hangrendben van, mert azon, várjál, tudok állítani. Leveszem egy 8-asra mindegyiket, csak hogy ne legyen hangos hozzám képest a game. Ja, pofa menstruáció. Skillboy, bármikor, jó? Tehát így hétvégén te lehet számolni azzal, hogy azért összeülünk a csapattal, és akkor toljuk. Úgyhogy bármikor. Meg örülök, hogy mindenki jól érezte magát, meg örülök, hogy ennyien vagyunk. Srácok, tudom, hogy már mindenki végig tolta, tudom, hogy már mindenki látta másnál, mindenki kipróbálta, mindenki tett fel róla videót, meg minden. Én is kipróbáltam már egyébként egy haveromnál PS5-öm, ahol meg kell mondanom, hogy na, így nézett ki. Annyit tudok mondani ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy itt most PS4-en megnézzük a demót, az összes elérhető demót, a teljes játékot pedig PC-n fogjuk majd kijátszani. Úgy döntöttem. Nem várjuk meg vele a PS5-öt, mert a PS5-öm az csak jövőre lenne meg. Úgyhogy PC-n fogjuk majd kitolni a teljes verziót valamikor nyáron, de még nem tudom, hogy mikor, de majd úgyis meg lesz hozzá a programfüzet, meg ki fogom majd találni. A lényeg, hogy most PS4-en megnézzük a demót. Azt mondja, Play the Village Demo Standard. Vagy várjál, hogy vannak? Castle Demo vagy Village Demo? Mindegy, megyünk sorba, ezt megnézzük a Village Demót. Először is átteszem magam bal felső sarokba, egy pillanatot kérek szépen tőletek, mert jobb felső sarokba fogjuk látni az időt, hogy mennyi idő áll rendelkezésünkre. Csak hogy ne zavarjon be, ott látjátok jobb felső sarokba, elvileg egy óránk van rá, hogy megnézzük, úgyhogy én azt mondom, hogy standard is kezdjük is el. Oké. Okay. It is daughter Rose has been kidnapped. Igen, hogy tehát a sztori az elvileg annyi, hogy ugye van Ethan Wintersünk, aki a hetedik résznek a főhőse volt, és aki a hetedik részben a feleségét Miát kereste, most ebben a részben Rose-t, a lányunkat fogjuk keresni. Vagy hát a demóban még, most még csak megnézzük a játékot, majd a teljes játékban elmondom, hogy mi a történet, és hogy valami különleges faluban tartózkodik elvileg. De nyilván, majd amikor játsszuk a teljes játékot is, és belemegyünk párbeszédekbe, meg hasonló dolgokba, akkor többet fogunk megtudni a sztoriról. De egyelőre annyit mondok, hogy kurva jólnak ígérkezik. Ilonka néni is itt van. Hello? You shouldn't be out here. It's not safe. Hú, hogy néz ki ez a csúnyaság? Mi ez? Fúj! Hey, can you hear me? Itt van Ilonka néni, bazd meg. The child's father. Child? Hey, wait. Do you mean Rose? Is she here? Rose! Rose, yes. Szia, Arush. She is in great danger. Since Mother Miranda brought her to the village, we have fallen into darkness. What are you talking about? The monsters? The castle bell heralds danger. They're coming! No, wait! Where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again! Ilonka néni most nem társalog, mint látjátok. Rám baszta a kapuszt. Rose is here? Na, megkaptuk az irányítást, nagyon jó. Szóval elvileg itt van Rose ebben a village-ben. Egyébként nem csúnya. De annyit meg kell mondanom nektek, hogy PS5-ön meg nagyobb tévében szebb volt. De PC-n egyébként nagyon-nagyon szép lesz majd Full HD-ban. Kurvára nem látok egyébként semmit. Hopp, ide be tudunk jönni. Na várjatok! Kurva gyorsan felemelem a brightness-t, mert semmit nem látok.
Legyen nyugodtan full, kibaszottul nem látok semmit. Na, mindjárt más. Na, itt egy oltár. Lábunk az nem látszik továbbra se, de nem baj. Az a hetedik részben se látszódott. Easy to picklock, de nincsen picklockom. Az a vagy időre megy, mert a jobb felső sorokban látjátok, hogy számol vissza. Egy óránk van megcsinálni ezt a demót. Meg remélem, hogy a másikra is külön fog időkorlátot adni. A Castle-ra. Oh great, lalalala. Jó, ezeket most nem olvassuk el, az ilyen dokumentumokat, majd hoppá, Ken Fluid. Hogy a faszba is van? Jó. Aha. Hogy zihálítan, az kurva jól meg van csinálva. Ja, itt tudok a itemekből csinálni tuccokat. Vissza kell szokni majd a menühöz. Én elővettem a pisztolyt biztos, amit tuti, mert tudjuk, hogy Resident Evil játékról van szó. Jól vagyok, köszönöm szépen, jól vagyok. Vártam már, hogy streamelhessek nektek megint. Annyi, hogy már nem lesz hosszú, mert indulok melódiába. Este. Másik oldalról zárták be, azt mondja a game. Jó. Nekünk elvileg a kastély, arra kell mennünk. Nem kicsi a kastély. Egyébként azt kell mondjam. Ide kell egy másik item. Hát ahogy elnézem, puzzle-ünk az lesz bőven a játékba. Egyébként. Ide meg nem lehet bemenni. Jó. Akkor tova. Jó, mondom, most nem olvasgatunk. Bólogató kecske. De aranyos. Ide kell... Kell kettő darab valami kerékforma. Megvan az első. Maiden Crest, nagyon jó, és most mindjárt hátulról segbe basznak, mert ilyenkor szokott az lenni. Igen, ma is. Nagyon jó. Jól tettétek. Nagyon helyes. Jó éreztem magam, tegnap jó volt. Csak Istvánnak a rage-ét nem értettem, hogy most miért kellett ennyire túrálgálni egy játékot, amikor mindenki tök jól szórakozott, de hát... Na, mindegy, nem tudok vele mit csinálni. De minden esetre nálam többet ilyen nem lesz, tehát... barátságok ide vagy oda. Stream közben elvárom, hogy mindenki viselkedjen normálisan. Ennyi. Mert azért ez tegnap egy kicsit erős volt. Na, gratulálok, az nagyon jó. It's locked. Már nem, melyik volt a... Azért rohanok, mert ugye az időkordát miatt meg kell csinálnunk gyorsba. Azért nem nézek szét jobban. Egyébként. Ezért én mindig katedrálisnak nézem. Nagyon jó. Akkor helyezzük be, mert akkor megvan az egyik. Csak hogy hova. Jó. Ügyesek vagytok. It doesn't fit. Nagyon jó. Várjál. Ott fitte, ott a kard, látod? Ott. Az a helyén van, viszont meg kéne találni a másikat is. Gratulálok nektek, gratulálok a kis Fortnite csapatnak, ügyesek voltatok, meg vagytok. A skillbolya, hogy épít, abban tegnap én tengeri beteg lettem egyébként. Az zseniális volt. Szavasz, Tazsgyú! Halló, halló! Ja, várj, itt voltam az előbb. Tazsgyúnak is fent van a for...
Ó, bazd meg, ide meg kulcs kell? Hát a kurva élet megbassza. Jó, bocsánat. Igen, csak az a baj, hogy nem tud olyan sokáig föl lenni, mint mi este. Pedig őt is szívesen látnám egy ilyen Fortnite ütközetbe velünk. Na, kell keresnünk még egy darab követ. Ilyen forgatható, beleillő, kulcsos lófaszt. Jucus! Jaj, megjött a Jucus! Szia, aranyom, drága kis csillagvirág szállamat, hogy vagy? Remélem, hogy ettél egészségesen, meg bőségesen a mai nap folyamán. Beszélt a Monti bácsiddal még évekkel ezelőtt, és azt mondta, hogy olyan szarú táplálkozol, hogy inkább ki se kéne jönned az utcára, mert bajok lesznek. Csúnya dolog, majd én főzök neked szépen, igaz, régen nem tudtam. Emlékszem, mikor régen, annak idején, anyukámnak, apukámnak csináltam a reggelit, apám belekóstolt, azt mondta, büdöskölyök, elbasztott, takarodj a szobádba, főzni se tudsz, olyan vagy, mint anyád. Jaj. Szegény Ilonka néni. Szóval Jucusom, ne aggódja. Ilonka nénikéd azóta megtanult rendesen palacsintát sütni. Mert tudja, hogy működik a tűzhely. Na, kicsikét hallhattuk Ilonka nénit is. Ilonka néni, köszönjük szépen a hozzászólást. Remélem, hogy folytatja még. Meg ha Ilonka néni megmondaná, hogy hol a kulcs. Van nálam egyébként valami? Nem, a kés van nálam, meg a pisztoly. Tök jó, már 10 percet elbasztam a semmire. A gyógyszer, az mindig elgurul, emlékszem, amikor múltkor is elgurult, alig bírtam érte lehajolni, mert a derekam már nem a régi sajnos. Megviselte a sok paci-paci ungi-bungi régen. Mert annak idején a fénykoromban nagyon-nagyon, ha tudnátok gyerekek, drága unokáim. Úgy lovagoltam, hogy öröm volt nézni kívülről is. Na jó, vegyük komolyra a történetet, mert már kezd idegesíteni. Most azt sem tudom, hogy honnan indultam el egyébként. Hopp! Helyzet van. Hű! Ne háborgass se... Hopp, 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 kérem szépen okay. Ide azt a sotit. Milyen skizofrénia? Ugyan már vigyázzál már, kivel beszélsz, meg hogy beszélsz? Ki? Skizofrénia? Lehet, hogy elmúltam 90 éves, de az agyam olyan tiszta, beszarsz, hülye gyerek. Azt tartott egy hétig. Ezeket szét lehet ütni? Aha. Lisztes zsákok. Viszont abban a sotiba kevés a lőszer. Ilyen akna, vagy nem tudom mi a szart vettem föl. Ócskavas. Szóval mondom, minden újonnan érkezőnek, hogy a demót PS4-en játsszuk. Én be tudom magam zárni, menj már a picsába. Ó. Jó, viszont így, ez most így fölösleges volt. Minden legalább gunpowder. Vagy a chemfluidból, meg gunpowderből tudok csinálni. Ja nem, mert kevés van hozzá. Bassza meg a kurva élet. Akkor nem csinálunk semmit. Megvan már a PC Jucus, ott van az asztalomon. Nagyon szép, nagyon gyönyörű, majd ha kíváncsi vagy rá, Messengeren küldök videót meg képet. Megvan, csak ugye még nincsen hozzá semmi. Tehát gondolok itt a monitorra, billentyűzetre, webkamerára, hasonlókra, majd azt júniusba veszem meg. Vagy lehet, hogy idén, attól függ, hogy tudod. Itt mászkáltak kint a szomszédok, úgyhogy... Ott egy dobozka. De attól félek, hogyha dobozkához oda megyek, megkúrnak, várjál. Broken object?
Szóval kb. 2 hónapon belül indul az új korszak. Akkor... De csúnya vagy a kurva anyád. Hogy kell védekezni? Ja, így. Dögölj már meg! Na! Na jó, tudod mit? Dögölj meg! Amúgy is ki akartam próbálni. Nem tudom, mi a kurva anyjukból vannak ezek... Hopp! Na, most robbant le a feje. Kurva jól néz ki egyébként, mondom. Nagyon-nagyon csúnyán jól néz ki, és ugye ez csak PS4. Én láttam ezt PS5-ön. Hello, cica. Jöttem. Be is húzom. Most mi van? Jó, ne nyugi, nyugi van, gyereke. I'm not gonna hurt you. I'm just glad to see normal people at last. Have you seen any other survivors? No. They're all in Louise's house, and she's not answering, and the gate is locked. Quiet, girl. Mackie 76, hello, szia! Mikor lesz a megjelenés? Hát fia, egyszerre fog megjelenni, azt hiszem mindenre, vagy nem? Hoppá, várjál, valami van. Mert ugye ez még a izért csak a demo, tehát még meg se jelent a teljes. Ja, Mackie, azért volt ismerős Mackie akkor, hello, szia! Mert őt minden nálad láttam volna, ugye egy csúcsos. Köszönöm szépen, akkor hopp, meg fog halni az öreg. Vagy legalábbis nagyon csúnyán köhög. Jó, hogy ki tudunk mászni. Előszerem az kb. Semmi 4 golyóval az autópályára nem mernék kimenni a metróba, nemhogy itt. Szóval sziasztok akkor. Milyen jó fej vagy, utcus, hogy hoztolsz. Nem hittem volna. Akkor meg ki itt, Ilonka néni vagyok, engedd meg, hogy én is köszöntselek. Én vagyok itt a kis unokámnak a fegyverek felügyelő tisztje. Ha elszaradna a gyógyszer, akkor tudja, hogy hova, nem tudom, mi van. Nem, elakadtam. Ilonka néni most így megfagyott. Várja, itt le tudok menni? Nem tudok lemenni. Ezekhez kell valamit hing, gumpowder. Jó van, szedtem egy kis lőszert, ha bár ahogy elnézem. Ahogy kurva jó, azt vettem észre, hogyha nem ürítjük ki a tárat teljesen, akkor nem dobja el, hanem így elrakja. Viszont, hogyha kirítjük, tehát kilőjük az összes golyót az éppen aktuális tárunkba, akkor viszont eldobja a tárat. Kurva jó. Azt hittem, be lehet jönni húgyozni. Szóval egyébként üdv mindenkinek, aki most jött. Sziasztok, srácok! Resident Evil Village demót túljuk végig. Van még rá 3-4 óránk. Mert hogy számol vissza. Egyébként. Hát csak másik oldalról zárták be, csodálatos. Plusz, aki még nem tette meg, nyomjon egy követést, jöjjön Discordra. Minden egyes esemény megtalál, vagy nem esemény, mi az? Tehát Discord szervernek a leírása, vagy Discord szervernek a linkje. Bassza meg, már nem tudok beszélni. Szóval a Discord szervernek a linkje benne van a Twitch csatorna leírásban. Bassza meg, ez is zárva van? A kurva élet megbassza. Szavaz Dark Sector, hello, szia, te is utcusnak a... Aha, igen, igen. Ja, lehet nálad, lehet, akkor te most...
Te most hostolsz engem? Bármit úgy, hogy hostolsz, ha nem raidet dobtál, vagy most te is streamelsz, Jutus, vagy most mi van? Vagy csak simán... Ugye úgy lehet csak, hogyha te is streamelsz, elvileg. Na várjatok. Mi van nálam, mert már azt se tudom. Akkor jó streamet a Jutus csapatának. És köszönöm szépen akkor az úgynevezett raidet. Ugye a PC, hogyha a PC-ről csináljuk, akkor van egy külön funkciója, és akkor ki is írja a chat, hogy hány fővel raideljük az adott emberkét. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm. Ja, hogy ezt ki lehet nyitni. Hülye vagyok. Come on, it's clear. Hopp. Gyertek. Skillboy, holnap én Szlovéniában leszek, úgyhogy legközelebbi stream az kedden lesz. You're welcome. Ja, hát ezt elcsesztük, mert akkor a templomba vagy hova a picsába nem jutottam be, mert nincs nálam a másik kerék. We'll be safe in here, won't we? Safer here than out there, that's for sure. Hey. Ja, semmi baj se, hát kérdezzél nyugodtan, aztán mondom. It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. Nobody's answer. Ja, értem. Father? Jajaj, Fater rosszul van. We have to get inside. Hello? Kop. Anybody home? UPS futár vagyok, csomagot hoztam, jó napot kívánok, tessék kinyitni. Louisa! Fizetni csak készpénzben lehet. Open up, it's me, Elena! Louisa! Stop shouting, you'll draw the monsters! Julian, calm down. Who's this? A friend! Hoppa. Stay back. Father, for God's sake, Julian, let us in. No, they'll smell the blood. You'll endanger us all. My father will die out here. That's not my problem. What's going on? These people want to let a dying man in. Jutus, akkor szép napot és jó munkát. Értem, Dar. Értem. Go on, go inside. Come now. Twitch-en még fejlődnöm kell kicsit. You're not from this village. No. I'm Ethan. És üdvés, Pacsi, és köszönöm szépen, hogy itt vagytok. I said go. Te azt a puskát ideadhatnád, öreg. Anti bácsi. If Elena trusts you, then so do I. Come inside, Ethan. Wait here. I'll check on the others. Nem, ugye az van, hogyha az ember évekig YouTube-ozik, aztán hirtelen átvált a Twitch-re, akkor még számára van egy-két ismeretlen dolog plusz. Ugye azáltal, hogy még nem tudom normálisan kezelni a felületet a technikai hiányosságaim miatt, így fedezek még fel új dolgokat, így általatok, meg néha saját magam által. Tabletről valamennyire meg tudtam munkolni, de nyilván jobb lesz majd, hogyha össze lesz rakva a PC, akkor szállni fogok csak egy napot arra, hogy átnézzek mindent. Igen, tudom, de nincsen több profilom, csak ez az elvesetet van, de elég lesz most ez. Én megvárom a teljes verziót, és amit mondtam, az már nyáron PC-n fogom streamelni. Egyébként meg végigjátszani. Sokkal jobb, Meki, sokkal jobb, eleve sokkal normálisabb közösség van. Jó, mondjuk tegnap kifogtam egy trollt én is, de hát repült is a faszba. Nem volt hosszú életű. Bele akarta verni a szát az anyukámba. Vagy nem mondtam neki semmit, hanem csak szimplán repült. Jobb a közösség, jobb a kezelőfelület, igényesebb. Sokkal jobb itt lenni. There is no one left. A worthless invalid. Így van, Dark. Köszönöm szépen egyébként a megértést, meg köszönöm szépen még egyszer mindenkinek, hogy itt vagytok. Ma is ért egy meglepetés. Ez a közösség egy kicsit alkesz, vagy nem tudom, mi bajuk van. Szép egyébként, így ellaknék benne. Ropog a tűz. Just like her damn husband. Put a sock in him, Roxana. That's enough. This house. Na, mikor lesz bunyó? Esetek már egymásnak. Olyan, mint amikor régen az ölt kancsóba ültem, azt összeverekedett két részeg. Kb. Nekem nagyon tetszik. Csak
nagyon sokat vacilláltam annól, hogy megvárjam-e vele a PC-t, vagy kezdjem el még előtte, mert azért úgy gondoltam, hogy annak egy normálisabb kinézetet azért, vagy normálisabb kinézet azért kijárna. They kept coming. Wait, Louisa. Where is your husband? Did they? No. No, he is out there. Somewhere. He went to get help. Jut eszembe, srácok, akit érdekel Jutusnak a csatornája, most az a sajátjaimnak mondom. Ő is szokott streamelni, alapvetően Fortnite-ot szoktam nála látni, meg mi a másik? Warzone-ozni szoktál. Nézzetek rá, akkor nyugodtan. Most elmondjuk a Szent Mihálymát, vagy mi lesz? Hear our voice, together as one in reverence. We call on thee, within the endless dark, to deliver us into fate's hands. As the midnight moon rises on black wings, so we make our sacrifice, and await the light at the end. In life, and in death, we give you glory, Mother Miranda. Ott valaki rosszul van. The tea should be ready. Come help me, Elena. Ó, kész a tea? Nagyon jó. Kérek szépen. I've heard it before. Basztátok tele cukorral, úgy szeretem. Imádkoznak. És nem figyeltem a szöveget. De benne volt a Miranda nővér, ugye ő a főköcsög. There is wisdom. In her devotion. Ott a tea, meg hagyj igyak már bele. I hope it protected her, as it shall protect us. Tettél bele cukrot? Nénye. Húha. What are you doing? De most Leonardo, meg se ijattam a teát. Bocsánat, gyerekek, majd mindjárt elolvasom, mit itt... Elena? A pus... Add ide a puskát, add ide a puskát! Ellövöm a fok... Oh my god! I'm so sorry, father! Hey, that wasn't your father anymore. You did the right thing. Elena! Elena, no! There's nothing you can do! Papa! This entire place is collapsing! Nem láttam, hogy hogy került hozzá, most azon gondolkodom, hogy hogy került hozzá a macséta. You couldn't save him. He was already gone. Leave me alone! No, we're getting out of here. Together. I gotta get out of here. Igen, egyébként Dark nagyon jól leírta a lényegét. Hogy itt én sokkal jobban érzem magam, meg sokkal jobban is néz ki egyébként a felület. Átláthatóbb. Van egy-két pontja, amit meg kell tanulnom. Igen, Dark, téged hallottalak már ugye Jutusnál, és hát neked már eleve a stílusod, meg az egész lényed olyan, hogy jó fej, meg jó arc, meg hasonlók, úgyhogy köszönöm szépen. Na, ide terjed a tűz, vagy nem terjed a tűz? Most azt nézem, hogy futni kell, vagy nem. Anyway, még van fél óránk. Most nem tudom, hogy ugye ez olyan, tehát hogy mennyire van köze a... Hoppá, Herb, azt kérek szépen. Hogy mennyire van köze a... Mondjad már. Figyelek a tartásra. Abszolút. Azért borotválkoztam meg. Mondjuk a kettőnek egymásra semmi köze, de basszunk rá. Akkor ennyi.
Hoppá, pénz. Mondjuk Cobbler meg én már teljesen külön... Hoppá, Trucky. Külön utakon járunk. 15-en vagyunk, az igen baznek, sziasztok. Én nem tudom, de te... Várjál. Köszönöm szépen, felfogtam, hogy itt a kulcs, de miért nem tudom... El akarom tenni a kulcsot zsebre, haló? Ja, vagy várjál, meg kell rajta néznem. Ja. Nem szóltam. Hoppá, tehát van egy kulcsom, meg egy screwdriverem. Nagyon jó. Nagyon jó. Csodálatos. Azt csoti lőszert, remélem, nem csak üres doboz volt, kérem ide. Nem, én se bánom meg, mondom, eredetileg ez volt a terv. 18-an vagyunk, gyerekek. Mi az Isten van? Egy Resident Evil demo izén. Köszönöm szépen. Most nyilván köszönhető a hostolásnak is, úgyhogy Jucus, köszi, köszi. Mert tényleg mindenkinek, aki most ide talál. Jaj, már itt jár a tűz, vagy ezelőtt még nem itt járt a tűz? Megvan a Trucky, úgyhogy mehetünk a picsába. Start engine. Gyere! Elena, vagy hogy hívnak, gyere, gyere. Beindítom a trágácsot, azt megyünk. Na szóval azt akartam mondani, hogy nem tudom, hogy mennyiben... Step back. We can bust out with this. Mennyi van ebből a fő sztoriban, bármint úgy, hogy a demo mennyiben tér el az eredeti történésekhez képest. Igen, csak az a baj, hogy kevés volt, kevés hozzá... Az a kettő. Mondjuk, ha én oda lövök, akkor... Arra lennék kíváncsi, hogy a bal kezünk még mindig össze van-e kapcsolva. Ugye a hetedikben elég keményen össze volt. Ja, tehát akkor ezt számítani lehet, hogy igen, mert tudjátok, a 7-ben is volt olyan, ami eltért a demóban a teljes verzióhoz képest, úgyhogy meg kurva kíváncsi leszek, hogy... Bár mondjuk ezt úgy nézem, hogy ez tényleg olyan jelenet sor, amit el tudok képzelni a teljes játékban. Ugye, ülj bazd! Ellen, te könnyebb vagy, jó? Csodás. Vasárgyal lehet 50 kiló alány. De nem akarunk kimenekint szarabb, mint itt bent. Igen, Ellen okosan mondja. Hey, don't talk like that. We'll find a safe house to put you in until I can find my daughter. My hunch is she's in that old castle. No. Ja, mondjuk keressük a rózát, úgyhogy... And I don't want to be alone while your father? Húha! Elena, no! That's not him! Not anymore! He said my name! Father! Ne menj oda! Stay there! Inkább maradj ott, mint az első. Come on! Give me your hand! Ethan, go! Save your daughter! Elena, don't give up! Reach for me! Ne már bozd meg! Akarom mondani a szentségit. Pedig olyan szép lány volt. This is just too much. Nem irigylem az Ethan, már a 7-ben elkezdődött neki a pokoljárás, most meg azért szerintem ez a rész ez még durvább lesz. Főleg, hogy elvileg Mia ugye meghalt, azt a trailerből megtudtuk, elvileg. I just don't get it.
fog engem kilökni az ablakon hirtelen hátulról. Why the fuck is this happening again? Shit! Igen, Dark, tehát nekem már a 7 sem volt Resident Evil, és én nem is azért játszottam a 7-tel, mert hogy Resident Evil, hanem azért, mert tetszett az egész koncepció, tehát nem úgy állok én se ehhez, mint egy eredeti Resident Evil játékhoz, de szerintem ez tulajdonképpen annyira nem probléma. Tehát én azt mondom, hogyha ez nem Resident Evil lenne, akkor is ugyanúgy játszanék vele, mert tetszik, ahogy kinéz, tetszik a sztoria. Meki! Az a baj, hogy a telefon... kábelszer, vagy telefonvonal, vagy a kábel, vagy mi a faszom, szerintem már leégett, kettő. Nem vagyok benne feltétlenül biztos, hogy itt már lehet bármit tenni. Három. Mivel, hogy láttuk, mi történt bent, ezért úgy gondolom, hogy jobb, hogyha leég inkább az egész a faszba. Mondjuk, hogy nekem hova kell menni, ezt nem tudom. Igen. Egyébként, de viszont én tudom, hogy mi volt ezzel a cél. Hogy eleve megfogni a Resident Evil fanokat, és ott akkor tulajdonképpen kockáztattak egyet, hogy vagy tetszeni fog nekik, vagy nem. Most ugye itt vagy nyilván te, aki szereted a Resident Evil-t, és azt mondod, hogy neked elrugaszkodott a gyökereitől az egész. Viszont lehet, hogy van olyan Resident Evil fan, akinek meg pont, hogy még jobban tetszik ez. Tehát ez megint megosztó ugyanúgy, ahogy szerintem minden más. Mindenki máshogy gondolja, és ez egy teljesen normális dolog. Jött a kult. Elfelejtettem, hogy közben szereztem egy csavarhúzót. És itt a másik izékő. Mennyi időnk van még? Ó, király, nagyon jók vagyunk. Hú, ba... Hopp! Who's there? Stop! Mother Miranda! Hey! Húha! Aztán volt egy fatality, aminek ideértünk a végére. Acmodit, volt kedvencem. Szia Acmodit, szia Acmodit. Sosem felejtem el, bazd meg. Imádtam. Szia Acmodit. Ide jön vad ismeretlenül, bazd meg. Acmodit. Ja, Acmodit. Megígérem, hogy jó fiú leszek. Na, nálam majd, hogyha már említetted az amnéziát, Dark, akkor elmondom, hogy annak a fejlesztő csapatnak ugye a... vagy hogy is hívták őket? Mindjárt mondom a nevüket. A Frictional Games, ugyanak volt egy nagyon jó játéka a Soma, meg korábban még egy jó játéka, és én azt fogom PC-n majd játszani, az a Penumbra sorozat. Itt van Elon Canary, visszatért. Modi osztás egyébként, hogy... Na jó, mindjárt elmondom. Veled mi van, ninnye? Anti bácsi sok házi pál ezt főzött, vagy mi a fasz bajod van? He. Nekem most meg kell találnom azt az ajtót. Igen, Ilonka néni egy új... Tehát olyan, mint nem kell bemutatnom neki egy utcos Anti bácsit. Na, nálam is született egy ilyen skizofrén állás, csak őt Ilonga néninek hívják. Na, Dark, akkor te tudod, na, akkor mondom, hogy nekem az lesz a retro sorozatban, mivel hogy nálam ugye 90%-ban a PC-n csak retro lesz. Az lesz a másik nagyon-nagyon-nagyon fontos game. Igen, de Ilonka néha előfordul itt is, aranyoskáim. Amikor néha abba adja a főzést és jön megnézni, hogy minden rendben van, akkor ideér. És elsegeli a seprűvel azokat, akik nem bírnak magukkal. Mert ez a neveletlen tapon 21. századi generáció, ez eszméletlen. Rájuk nézek, rosszul vagyok. Bezzeg az én időmben még. Olyan szépen udvaroltak a fiúk, hogy az nem igaz. Most meg már. Mindenki diszkóba jár. Rázza a fenekét. Meg lovaglásnak hívják azt, amit mi régen szeretkezésnek hívtunk.
Igen, ez a vicc az egészben, Dark, akkor köszönöm szépen, ezben egyet tudunk érteni. Mindenki nagyon várta az Amnéziát, emlékszem, abba az időszakba a Penumbra után, és számomra tök érdekes, hogy nem. Tehát, hogy az Amnéziát egyszerűen én sem tudtam megszeretni. Ellenben a Penumbrát az annyira szeretem, és az a vicc, hogy sose játszottam még vele, csak videókat néztem róla. És most végre eljutunk odáig, hogy végre játszhatom, streamelhetem mind a három részét, sőt igazából 3+1, mert közben csináltak neki egy Necrolog nevezetű negyedik részt, és alig várom, hogy streameljem. De a Half-Life-val fogok kezdeni egyébként, az lesz az első, a Half-Life összes része kiegészítőkkel együtt, aztán majd szépen sorban meglehetjük, és most, ahogy eszembe jutott, volt még egy kedvenc játékom, a Soldier of Fortune 2. Bazd meg! Annyi játéknál tartok már most így hirtelen a PC-s listámon, hogy szerintem nem lesz időm szinte semmire, úgyhogy igen, ez egy érdekes történetsor lesz majd. Nem, ők foglaltak. Ilonka néni viszont még egy magában van. Nem, nekem sokkal jobban tetszik a Penumbrának a története, a kinézete meg a korszak, amiben játszik egyébként. Valahogy nekem sokkal jobban tudtam azonosulni a benne lévő főhőssel. Na gyerekek, kitoltuk a Village demót, úgyhogy most irány a Castle demó. De te megnézzük a trailert, mert az kurva jó. Meg nagyon jó a történet, meg nagyon jók a dokumentumok, amiket találsz, mert ugye a Frictional Games játékaiban mindig mondja mindenki, hogy hát azok nem történik semmi, nem kell benne semmit csinálni, fúj. Igen, mert a Frictional Games az arra épült, hogy a felszedett, megtalált és elolvasott dokumentumokat átérezve érezd a sztorit. És attól, tehát olyan érzékkel, meg megfogalmazással tudják rádvetíteni a játéknak a dokumentumokban olvasott részét, hogy attól ráz a hideg. Ezért szerettem a Somát is például, mert ugye hivatalosan abban sem történt nagyon semmi. Csak mentél és próbáltál rájönni, hogy mi történt, de pont ez adja ezeknek a játékoknak a varázsát, és ebben a Frictional Games nagyon jól otthon van, szerintem. What is going on around here? It doesn't make any sense. Mother Miranda has always protected us. You escaped my little brother's idiot games, did you? Igen, azt mondja a Mother Miranda, hogy a kistestvérének a játéka, és ugye a kistestvérnek a játékaiban a hetedik részbe vettünk részt, tehát ergo ő is még a Jack féle családi. Hogy hívták a békeréknek a valamelyik családtagja. Köszönöm szépen, Dark, hogyha bármilyen ilyen ötletet szívesen fogadok majd PC-re onnantól kezdve, hogy meg lesz, mert nyilván kelleni is fog. Most elve, ami nekem eszembe jutott a játék mennyiség, az már alapból több mint 20. És nem rövid játékokról beszélek. Ott van az összes Rainbow Six például. De a Half-Life-val fogunk kezdeni, az lesz a bemelegítő, az lesz a bemutatkozó játék. Ja, meg fogok cyberpunkozni. Meg hát ezt persze. Abban nem vagyok egyébként teljesen biztos benne, hogy Mia meghalt, tehát szerintem ez csak egy ilyen... Igen, Dark, és nekem erre fog épülni a csatornám onnantól kezdve, hogy a PC-t összeraktam és elkezdek rajta streamelni. Mert nagyon remélem, hogy találkozni fogok rengeteg velem egyidős emberrel, akinek ugyanolyan nagy élményt jelentettek ezek a játékok, mint nekem. És én erre szeretnék építkezni. Ez nem azt jelenti, hogy nem lesz mostanában kiadott játék, inkább azt mondom, hogy rengeteg olyan játékot fogok újra játszani, mert az én gyerekkoromat meghatározta.
Amikor emlékszem, addig vártam, hogy iskolából hazaérjek és megírjam a házit és házi után játszhassak, ezt szeretném újra átélni. Last of Us 2 soha nem lesz PC-re meg ki, mert az egy exkluzív Sony játék. Hogyha azt egyszer kiadják PC-re, akkor az azt jelenti, hogy a fizika törvényei ezen a világon nagyon csúnyán megváltoznak, mert a Sony soha nem fogja kiadni azt. Soha nem fogja eladni a Micro-nak meg senkinek. Hát gondolj bele, hogy a Last of Us-tal tarolja a Sony a legnagyobb sikereket. Meg a Naughty Dog-gal. Hát nem véletlenül lett megint a Last of Us a többszörösen megválasztva évjátékának. Thanks for playing. Na, akkor még elvileg vár ránk egy... Elvileg. Mindjárt megnézzük. A Castle demóra, és akkor arra van 23 percünk? Jó, akkor csináljuk. A Castle demót játszottam ki PS5-ön havernál, tehát ezzel nagyjából tisztában vagyok. Srácok, én nagyon szépen köszönöm, engem most nagyon megleptetek azzal, hogy egy rezi izén ennyien itt vagyunk, meg hát Jucus tepett meg a legjobban, mert azt hittem, hogy ő nem foglalkozik ilyen dolgokkal. De nagyon szépen köszönöm. Az ilyen kellemes meglepetéseket szeretem, amikor igazából meglepődsz. Na, bent vagyunk a kastélyban. Ez sem lesz szerintem a teljes játékban egy rövid. Aha. Látszik a grafikai különbség, itt sem néz ki csúnyán, de gyerekek, ez a szoba PS5-ön úgy nézett ki. Az a tűz, hogy beszartok, tehát az a... Gugán, megmondtam, hogy még egy Julika, és ki fogom tépni a fogsorodat a szádból, tényleg. A faszért nem lehet megtanulni, hogy Julika nincsen. Iluska néni van. Na, helyes. Igen, Dark, egyébként ebben igazad van, hogy semmi sem lehetetlen, de hogyha a Sony azt, tehát hogyha a Sonytól azt meg tudják venni a jogokat, akkor én kinyalom valakinek a seggét egyébként. Igen, nekünk majd ott kell kimászni, csak közben nézem a cuccokat. Nem, lesz majd PS5 is, de az már csak valószínűleg jövőre. Addigra már lesz hozzá talán némi nevileg több game is. Meg addigra talán pénzem is lesz rá, meg egyebek, úgyhogy... Én se esküdnék meg rá. Láttam már csodákat az életben. De azért az nagyon-nagyon nagy csoda lenne, hogyha a Last of Us-t egyszer meglátnám PC-m. De mondom, szerintem nem fogják azt megcsinálni. Aha, nem indult újra az óra. Ezt tudom, hogy ezt nem ki kell szedni. Hát. Én jelenleg azt mondom, hogy esély rá zero, vagy minusz, mert gondolj bele, hogy a Sony az azzal a játékkal, azzal a stúdióval tartja magát az élen leginkább. A többi extra, tehát ilyenek, lehet, hogy God of War meg ilyenek, de hát ugye a Last of Us a legnagyobb. A Last of Us a legnagyobb sikerkulcsa a Sonynak. Meg a Naughty Dog. Úgyhogy igen, az nem mostanában lesz volt. Gyorsan végig. Ja, várja, hogy most nyitottam ki ezt a szobát, ahol voltam. Úgyhogy annyit tudok nektek mondani, srácok, lányok, meg mindenki, aki most itt van, hogy mindenféleképpen szavamat adom és megígérem, hogy abban a pillanatban, hogy elindulnak majd a
számítógépes streamek. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ki fog tárulni a világunk, és megígérem, hogy a lehető legjobb formámat fogom benne hozni, hogy jó legyen. Duke, why are you here? Where there's coin to be made. And have you found your daughter? No. If she is truly here, the lady of the castle would have kept little Rose in her private chambers, would she not? Domitresk? The very same. Why don't you take a look? Maybe you'll get lucky. Na, ettől a facitól most veszek egy shotit. Care to make a purchase? Ja, hát... Welcome, Ethan. Nem a Gunsmith kell I've nekem. Gotten some new stock. I saw azt you kérem szépen ide. Hát, igen. Még figyelj, bármit el tudok képzelni. Please come again. Jó, belehúzunk. Habár ez nem rövid ez a demo rész a Castle, mert ezt múltkor végigfutottam, mondom. Annyi viszont érdekes, hogy mintha én múltkor több pisztolylőszert találtam volna. Figyeljetek, én azt mondom, hogy szerintem nem lenne érdemes kavarni ezeket a dolgokat, tudod? Növény. Gunpowder. És milyen a meló jutus? Milyen a helyzet nálatok? Egyébként. Nothing happens. Ó, tennap jót Fortnite-oztunk csapattal mi is. Kipróbáltátok már kreatívba a bujócskát? Egyébként? Szerintem halálos, mert jutus múltkor látta. Lock from the other side. Nem. Illetve de, arra megyünk. Semmi nincsen benne. Camp Fluid. Pisztolylőszernek örülnék, meg shotilőszernek egyébként. Lock from the other side. Csodálatos. A tűz az kurva szépen meg van csinálva. Egyébként. Mondom nektek. PS5-ön még szebben néz ki. Nem mindenre ezt mondom, de ugye mivel, hogy láttam, ezért van összehasonlítási alapom. Megjátszottam is. Ezt nyitottuk ki, jó? Akkor föl kell menjünk emeletre. Jó, jól el lehet vele szórakozni egyébként. Meg jól meg lehet szivatni benne a másikat. De szerintem Jézus múltkor látta. Mivé változtunk át, meg ilyenek. Minden néz ki jobban? Értem a kérdésnek a formátumát. Végül is igen. Jó, most ezt csak így megemlítettem, na. Mert valamit mondani akartam. Meg ki? És mi a Ja, ott van a Ken Fluid. Srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien itt vagytok. Egyébként. A special, mi a fasz? Mi a special? Ja, nincsen áll a más item.
Itt lesz egy ajtó, ahol be kell tenni azt a szemet, amit kiszedtem. Sziasztok, üdv mindenkinek. Ilonka nénivel egyetemben mindenkit köszönök. Vagy köszöntök, köszönök. Faszom. Szóval... Sziasztok, drágáim! Olyan szép ez a kastély, mint az én időmben. Hiába mondtam Anti bácsinak, költözzünk ide, azt mondta, nincs pénz. Nem tehetjük meg. Hoppa. Ja, tényleg, jön a... Jön az egyik szemre való teremtményünk. Azt, aha, hiába mondja, hogy én ezzel nem fogok verekedni, mert kb. Annyit ér, hogy sem ennyit. Hol a fasz? Ja, itt van. Nem érdemes rálőni, mert nem fog eltűnni egyébként. Azt mondjátok, azt mondod, 2025-ig kész lesz a GTA-t, én nem arra vagyok kíváncsi, hogy mikor lesz készen egyébként, hanem arra, hogy melyik időszakban fog játszani, hogy valóban visszahozzák a 90-es évekbeli, vagy 80-as, 90-es évekbeli Vice City-t, csak egy mostani grafikai motorral, vagy pedig marad egy modernkori GTA. Jó lesz ez a játék, mert nagyon várom. Ott van Mother Miranda, egyébként nem kicsi a hölgy. Handgunamo, akkor jól emlékeztem, hogy sok handgunamo van itt. Hát valami 2 méter valahány centi magas. Körülbelül. 2 méter feletti. És tök jól azt nézem, hogy nem kell külön késre váltani ahhoz, hogyha szét akarunk ütni egy ilyen dobozt, mert automatice felajánlja. Valami 12 percünk. Kosarazik meg biztos sokat lovagolt. Hello, mi? Nem tudom. Na, igen. Mert ugye ide van írva a falra, mutatom nektek, hol van. Trust in the light. Igen, a the nincsen benne. És akkor itt okosban rájöttem, hogy meg kell gyújtani a fákjákat. Nem, az Ethan nem volt kicsi. Tehát lehetne erre hivatkozni egyébként, de ugye aki játszott a héttel, az tudja, hogy ez az Ethan nem volt egy alacsony. Tehát egy 175 centi, akkora, mint amekkora én vagyok, ő is biztos van annyi, sőt lehet, hogy 180. Igen, azt hiszem most lesznek majd gondjaink. Mert hogy itt vagyunk a börtönben. Help me, brother. Az őszert keresünk, mert most aztán fog kelleni. Végre nem mocsár. Tehát a hétben az egy dolog nem tetszett, hogy a mocsári szörnyeken kívül nem volt más. Jó, meg a fő ellenségek, de hogy szívesen előttem volna valami húsvér zombira, vagy nem tudom. Tehát mindig csak ezekre a nyálkás nyomorútakra kellett lőni, aztán... 10 perc. Most már befejezzük, mert ez már itt a vége.
Én azt nem értem, hogy az FPS játékokban miért nem tudunk úgy olyan szinten annyira lenézni, hogy lássuk a lábunkat. Jó, mondjuk mi most már szerencsére a legtöbb FPS játékban... Nem zavar, hogy beszélek, bazd meg. Erre te leesel? Kurva anyádat. Igen, tehát hogy a legtöbb FPS játékban most már szerencsére úgy csinálták meg a karaktert, hogyha lenézek, akkor látom a lábamat. Valaki nagyokat sóhajtozik, szerintem orvosi vizsgálat van. Úgy védekezek, csak ne felejtsem el. Hello, mi? Húha! Bazd meg! Ja, és bazd meg, a PS5 kontrollerén egyébként kurva jó az, hogy rendesen a ravasz érzékenység az adott fegyvernek a típusához van belőve. Plusz, ha az L2-vel akarsz célozni, akkor minél nagyobb súlya van a fegyvernek, annál nehezebben lehet megnyomni. Ők az új követők. Na jó. Ki kellett próbálnom a shotit. Bocsánat. Igen, igen. Hoppá, ezeknél van pénz. Jaj, mi van nála? Kard, de aranyos vagy. Ja, nem, itt nem lehet belerúgni, bazd meg. Ó, kurva életbe. Jó. Azt nézem, hogy hiába lövöm a fejüket, egyszer nem számít, hogy fejlövés vagy nem fejlövés. Mennyi időnk van még? Ó, nagyon jó. Puti van. A lőszerünk az nem maradt már lófasz sem. Nagyon sok kell beléjük egyébként. Csak mondom, de szerintem látjátok ti is. Halál faszát rájuk lövöldözöm, az basznak rá kb. Viszont nagyon kemény véres a fegyver. Jut eszembe Dark, ha már itt vagy, te emlékszel a régi Tiffre? Nem lehet fölvenni a kardot? Nem, bazd meg. De nem, a 7-be jó, mert a 7-be számított a headshot. Itt viszont úgy érzem, mintha nem számítana. Tehát teljesen mindegy volt, hogy a fejét, vagy melkasát, vagy a Thief játékok, a középkori tolvajlós játék. De nem az újra, amit kiadtak pár éve, hanem a régire, ami 3 részes volt. Ide sem megyünk be. De lehet, hogy a teljes verzióba számítani fog a fejlődés. Hoppá! Jön a hölgy, már megint. Squeeze the blood out when they're alive, and it's that much sweeter. A healthy man's blood. Where are you going, little one? Hello, lady, szép vagy. Szállj egy kicsit futbást, de basszom. Oh. Juice B.O. mappa izé a Fortnite-ba? Ki készíti azt?
Meg ki, majd teljes verzióban jövünk rovart írtani, megígérem. Remélem, hogy van a játékban lángszóró. Ha mondjuk azt a hétben nem használtam sokat, csak az üvegházas pályán, de Jutus tudna róla ódákat zengeni, hogy a Rezi héttel mennyit szívtunk annó, főleg amikor nekiálltam Madhouse fokozaton, vagy mi, azt hiszem az volt a legnehezebb, ugye a Madhouse fokozat a Rezi hétbe. VR szemű. Te csinálod, Meki? Mindenféleképpen, akkor ki fogjuk próbálni, mindenféleképpen, hát arra nagyon kíváncsi vagyok. Szóval Jutus tudna mesélni, hogy a Rezi hétben Madhouse fokozaton mit szoktam, mert azt hiszem az összes streamer ott volt és közben beszélgettünk. Hát konkrétan, amikor Polyp Jackpopát ki kellett nyírni, az volt egy hét. Egyébként csak mondom, tehát hogy nem volt rövid történetű az a dolog. Mit akartam? Igen, tehát akkor elvileg befejeztük a Rezi 7-nek a demóját. Kipróbáltuk a Village-et, majd megnéztük a Village-et, megnéztük a Castle demót. Úgyhogy srácok, most már csak a teljes verzióra várunk. Nem fogom a megjelenés napján streamelni, mert mondom, nem veszem meg PS4-re, hanem ezt már PC-n szeretném nektek streamelni, viszont ahhoz, hogy az megszólaljon, ahhoz kell várnunk júniusig, mert ott van egyébként. A Jézus neked majd mindjárt elküldöm. Hogy várjál? Ha ellátok odáig nézze, ott van. Ott az a kis szép feketeség. Ott az, ott pihen. Csak ugye nincsen hozzá még semmi, csak az asztal van meg hozzá. Úgyhogy, na, össze kell pattintani, meg kell hozzávenni mindent, és akkor fog elindulni a dolog. Mondom, ezt júniusra tervezem, igyekszem addigra tényleg úgy összehozni, hogy jól legyen, és akkor pótolunk. De nyilván rengeteg dolgom lesz, mert mondom, több mint 20 játékot szedtem össze, és már lehet, hogy már lassan 30-at is nem tudom, majd össze kell őket listáznom, hogy mi az, amit szeretnék majd rajta mindenféleképpen végigvinni és streamelni. Mondom, az a lényeg, hogy 90%-ban retro lesz az egész történet. Dark, képzeld el, hogy ez úgy nézett ki, hogy az a PC-s bolt, meg szaküzlet, meg szervize, onnan én ezt a gépet elhoztam, ott még volt videokártya, és külön akció keretein belül, hogyha az alapkonfigba kértem, hogy cseréljék ki, akkor kicserélték durván a videokártya árának a negyedéért. Tudom, hogy durva dolgok vannak, tehát amikor én eleinte úgy volt, hogy darabonként akartam összerakni, és úgy szinte esélytelen, mert csak külön a videokártya annyiba került volna, mint maga az egész gép, úgyhogy igen, én is tudom, hogy mi van a piacon. Ezért örültem annak, mikor megtaláltam ezt a honnan hoztad, mondd meg! Felszólít a Martin Baznak, hogy mondd meg! Megmondom, de nem most fogom megmondani, hanem majd abban a külön room tour, stúdió tour videóban, amit majd fogok csinálni YouTube-ra. Nagyon durva, hát egy RTX videokártya kerül annyiba, mint egy komplett gép, tehát így nekem nagyon nagy szerencsém volt, hogy ezt megtaláltuk haverommal egyébként, úgyhogy nagyon várom már, hogy meglegyen hozzá a többi, csak hát ugye vissza kell kicsikét szedni, meg kell keresnem a betevő falatra most a keretet, mert hát, hogy mondjam, azért ez nullázódott most egy kicsit, és csak amiatt nem tudom kipótolni most azonnal és elkezdeni. Hát, általában amit én szeretnék, azt szerencsére mindig el szoktam érni, csak kell hozzá némi kitartás, meg némi nevű önfegyelem, meg néha egy kis áldozat, csak manapság erre nagyon sokan nem képesek, és feladják az első akadálynál. Legalábbis ez az átlag tapasztalat. Ugye én is néha egy kicsikét meg szoktam ingani, vagy inogni, vagy hogy szokták azt mondani, kicsit néha olyan, mint hogyha meghátrálnék, de valójában amíg itt nem adod fel, addig tök jól működik minden. Hát, Dark, hogyha most elmondom, akkor lehet, hogy megfogod a fejedet. Egy RTX 3060-as kártya van benne. Alap konfigurációban úgy nézett ki ez a gép, hogy egy GTX... mi a fasz volt benne, ha milyen típus, várjál?
1660-as GTX volt benne alapból, ha jól mondom a típusát. De mert mindjárt meg is nézem. Csak már most kíván nem akarok hülyeséget mondani. Az biztos, hogy GTX volt, csak meg kell néznem, hogy melyik típus, de szerintem az van az, amit mondtam. Igen, GTX 1660-as kártya volt benne alapból, és akkor volt egy ilyen akciós lehetőség, hogy lehetett belekérni azért, mármint úgy, hogy cseréljék ki egy RTX 3060-asra. Dark, nem nézem ki belőled, hogy ilyet csinálnál, viccnek jobb, de ezt én is mondanám, úgyhogy nyugi. Igen, az egy cseszett jó kártya. Amúgy a proci az i7, a ház az TUF Gaming. De mondom, hogy szeret, hogyha majd meg lesz minden, tehát a monitorok, a billentyűzet, mert azt már tudom, hogy egy Cooler Master billentyű egér gombó, RGB-s egér billentyű kombóm lesz hozzá. Mert hát maga a gép is RGB-s, tehát villognak benne tehát világít benne minden, világítanak a ventilátorok, világít a proci hűtő, ami egyébként egy akkora léghűtője van gyerekek a processzornak, mint a két öklöm együtt, tehát így... De mindegy, figyeljetek, lesz majd róla a YouTube-on videó, de majd akkor, hogyha minden meg lesz hozzá, tehát meg kész lesz a komplett asztal, monitorostól, egérestől, billentyűzetestől, webkamerástól, és akkor szépen egyesével meg fogok mutatni mindent. Már hát nyilván itt vagytok, támogattok, jogotok van nektek is tudni, hogy mi az, amivel mostantól kezdve szebbé fogjuk tenni ezeket a dolgokat, amivel szebbé fogjuk tenni a streameket, amivel néha fogok majd tudni normálisan just chatting streameket csinálni itt a Twitch-en, mert azért mégiscsak jobban fog úgy kinézni, szerintem. Úgyhogy... Úgyhogy igazából ennyi. Lesz ma még live-adás? Mennyi az idő? Ma már nem. Ma már nem, mert már idő van. Én egyébként is ezt szántam mára, hogy akkor nézzük meg a rezit. Igen, ilyen gép ez i7 meg, ez nagyon fontos, durva táp, lehetőleg gold minősítése van. Mind a kettő jó egyébként, tehát ezt eleve mondom, úgy rakták össze, hogy jó legyen, és ezek a módosítások, amiket beletettem, mert ugye nem tudom, milyen lett volna a gyári proci hűtése, de azt is lehetett pluszban cserélni arra, ami most van. Az is tulajdonképpen egy TUF Gaming Cooler Master hűtő van benne. Ugye az RTX kártya, amit mondtam, és egy 4 terabájtos vinyó. De majd típusra pontosan a videóban le fogok írni mindent, hogy mi, hogy merre, hány méter. Hát kidolgoztam érte a belemet, az biztos, de tudjátok, itt van ez, hogy hátra nézek, azt mondom, hogy megérte. Főleg majd, amikor be fogom durrantani, akkor meg aztán végképp, úgyhogy... Úgyhogy, ja, szerintem elmondtam mindent. Srácok, lányok, lányok, srácok, jutus tagok. Tényleg, jutus, neked van valamilyen izét? Hogy hívott te a kis csapatodat? Igen, igen, tisztában vagyok vele. Tehát a PC-nél nagyon nagy a rizikó, tehát én is sokat gondolkodtam rajta, hogy érdemes-e beállni, csak aztán úgy voltam, hogy mert miért ne, érdemes. Tehát az anyag, hogy a hűtése meg a tápom is teljesen rendben van. Tehát ez direkt úgy van összeeszkálválva, hogy jó legyen. És mondom, amikor ő megszólal, az lesz az igazi erekció, gyerekek, amikor elindul rajta az első stream. Jó, mondjuk kezdetben majd egy Just Chatting stream-el fogom kezdeni, hogy teszteljünk mindent, tehát hogy meg fogjuk nézni, hogy láttok-e rendesen, hallottok-e rendesen, megnézzük, hogy az értesítések működnek-e, és hogyha azon túl vagyunk, akkor fog, amikor elindul az első Half-Life stream, akkor fogom magam összeszarni egyébként, mert az nagyon-nagyon oda fog csapni, én már most látom. Úgyhogy ezek. Srácok, ez volt a Resident Evil Village demója.
teljes életnagyságban, az összes elérhető demo verziót kipróbáltuk, illetve nem, mert még volt egy, csak annak a nevét elfelejtettem, ott a börtönből kellett kiszabadulni, tudom, mert azt is kipróbáltam havernál. Tehát tulajdonképpen a két fő demót, ugye a Village meg a Castle demót, azt megnéztük, megmutattam nektek, aki még nem látta volna nyilván, de szerintem mondom, ezzel már mindannyian túl vagyunk, mert nem most lettek elérhetőek, hanem már tulajdonképpen egy hete. Úgyhogy srácok, lányok, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt, nagyon szépen köszönöm a hostolás Jucus neked még egyszer, köszönöm, aki ezek közül még a követés gombot is benyomta egyébként, úgyhogy... Dehogy is, Gabcsi, dehogy marad ez. Lesz egy normális webkamerám, de ez PS kamera, ezt nem is tudnám, hogy használni, nem. Egy nagyon szép Full HD-s Logitech kamerám lesz, mert ki is néztem. Úgyhogy a kép is sokkal szebb lesz, nem lesznek több ilyen pixelhibák, és nem az, hogy pixelhibák, hanem nem lesz pixels a kamera képen végre, úgyhogy... Úgyhogy srácok, Dark egyébként, hogyha Jucus nem streamel, nem vagyok nézőlopkodó, meg nem vagyok semmi, meg semmi ilyesmi, de bármikor kedvetek tartja, látlak titeket sok szeretettel, meg nagy örömmel. Én is amúgy szoktam néha benézni Jucushoz, hogyha úgy van időm, meg beköszönök néha, de éppen ő nincsen, akkor várlak titeket sok szeretettel itt magamnál. Discord szervernek a linkje ott van a Twitch csatorna leírásban, ha esetleg szeretnétek értesülni arról, hogy mikor, hány méter, meg hol vagyunk. Hallottam róla, de még nem néztem meg egyet se egyébként, Jucus. Miért abba gondolkozol, hogy szeretnél olyanba belefogni? Esetleg? Hot tube streamer leszel? Rendben, Dár, köszönöm, ez Mackie-nek is vonatkozik egyébként, Mackie-nek is szólok, meg mindenkinek, aki itt van. Srácok, lányok, megyek, mert össze kell még készülődnöm az éjszakai kis túrámra. Hivatalosan elkezdődött az a hónap, amikor összegyűjtem a maradék keretet, a maradék cuccokról, úgyhogy mostantól bármikor, bármelyik pillanatban indulhat a PC-s stream sorozat, úgyhogy drukkoljatok! Hogy minél hamarabb elkezdhessük. Gabcsika megosztotta a Discord server linket, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és vigyázzatok magatokra, legyen szép napotok, szép hetetek. Én legközelebb szerintem kedden jövök, mert akkor leszek itthon. Úgyhogy sziasztok!